Már közel 100 kilót fogyott az ország legsúlyosabb tinédzsere. Sóbert Norbi vette a szárnyai alá 9 hónappal ezelőtt a nehéz sorsú Pándi fiút, aki az újabb kilók elhagyásával már új álmokat is sző. Ennek megvalósításában pedig mi is próbáltunk segíteni neki. Egy meglepetés vendéggel állítottunk be a családhoz. A túlsúlyos tini lélegzete majd elállt a döbbenettől, még a könnyei is eleredtek. Már Dóri ismer minket, nagyon szegények vagyunk gyerekek. Élete egyik legboldogabb pillanata miatt könnyezett Rácz Géza, Pánd leghíresebb tinédzsere. Hogy mitől fakad sírva, arra nem sokára visszatérünk. Ez pedig már Budapest. Meglepetés készül a 9. kerületben. Géza kedvenc rappere GVM, azaz Varga Már arra készül, hogy meglepi az egyik legnagyobb Pándi rajongóját. Mindeközben Géza még mit sem sejt a dologról. A 24 éves rapper 10 évvel ezelőtt kezdett komolyabban rappelni, azóta igen nagy rajongó táborra tett szert, és bekerült a hazai zenei élet élvonalába. Géza is így talált rá a YouTube-on. A rap fene gyerekeként emlegetett szókimondó rapperről azonban kevesen tudják, hogy mély szegénységben nőtt fel, és onnan küzdötte fel magát a csúcsra. Én 14 éves korom óta egyedül élek. Én tényleg az utcákat mászkálva írtam meg az első soraimat, de nagyon mély szegénységből jövök. Bár vannak ilyen dolgok Pesten belül is, amikről nem nagyon tudnak, és az, hogy gettó, az akkor még azért létezett, hiába nem nagyon hozták ezt nyilvánosságra. És én abból a sötétségből jövök, amiben más megfulladt, én abban nőttem fel. GVM már számos népszerű előadóval készített slágert, azonban öccse Gino Kamara kezdetek óta mellette áll, vele is jó pár sikeres dal csináltak együtt. Gyermekkorom óta a zene vesz körül, én hegedültem 8 évet, ezt nagyon sokan nem tudják, szóval a zene szeretetem az nagyon korán kialakult, viszont az első dalokat a Gino-kával, az öcsémmel, azt körülbelül 7 évesek lettünk, amikor elkezdtük csinálni. A rapper ma már kétszeres édesapa, és ontja magából a slágereket. Az Isten ad, az Isten elvesz, az Isten nem azért teremtett, hogy elkeseregve járjad ezt a tesztet. Géza pedig miatta döntött úgy, hogy a rappelésbe is belekezd. Tudását a kameránk előtt is megmutatta korábban. És számunk az órát, akár menni nehéz, de akkor is megpróbált. Közben GVM és Ginoka útnak indult a Pest megyei községre, ahol Géza már nagyon várja stábunkat, de azt nem tudja, hogy meglepetéssel készültünk neki, hogy így gratuláljunk a hatalmas fogyásához. Hellóka, nyalóka! Csőtészta! A boldítunk! Születésfélem! Nagy a boldogság, pár perc múlva pedig eltörik a Mécses Gézánál, hiszen példaképpen még egy telefonnal is megajándékozta őt. Nézd, csak hoztunk neked egy ilyet, hoztunk rátokot is. Oké, és akkor tudsz most már menőzni, meg kell nősülni vele. Jó, nem bírtam megvenni egy ilyen telefont. Na, most már van. Nagyon szépen, köszönöm. Használd egészségre. Köszönöm. Úgy érzem magam, hogy szabapa nem lehet önteni, hogy milyen jó érzés kap el. A GVM-nek az enyén nőttem fel, de szó szerint önnek az enyén nőttem fel, és találkoztattam vele. Ahogy előbb is látta mindenki, elsírtam magam, nem azért, amit kaptam ajándékot, hanem hogy megláttam élőbe a GVM meg a Ginókát. Ők a példaképeim, hát önáluk jobb nincs itt Magyarországon. Nem sokkal később a szomszédok is megérkeznek, hogy közös fotót és autogramot kérjenek a rapsztártól, aki örömmel fényképezkedik mindenkivel. Géza után anyukája Mártika is sírva fakad, amikor meglátja, hogy GVM és Ginoka látogattak el fia kedvéért Pándra. Mi kalvérezte vagyunk, ki is akartak minket tenni, de nem is az a baj, mert megoldanánk valahogy, csak hogy nagyon sokan bántsák a gyereket. Én is nagyon mély szegénységből vagyok. Az Ikon és Géza azonnal egy hullámhosszra kerültek, nem sokkal később pedig közös rappelésbe kezdtek. Géza ugyanis kívülről fújja a rapslágereket. Nyugodom, csak a te bulláda kamázom. Hiába mondják nekem a gácsit, nagyon gyanázok. Ezt meg azt, te nekem a te vagy a mérge. Imádom neked a tested, meg az ágyban a vére.
Rácz Gézának ma már sokkal jobban pörög a nyelve, mint amikor megismerhette az ország. Az akkor 300 kilós fiú az életéért küzdött, és képtelen volt egyedül lábra állni. Már 9 hónapja változtatott az étrendjén Norbi segítségével, azóta Géza sokat változott, és közel 100 kilótól szabadult meg. Egész pontosan 92 kiló, a Norbi mérlege szerint 75 kiló fogytam, 9 hónapja. Talán meg viszlek sajozni, megnősülsz, elég jó. Jó lenni. Géza édesanyja Mártika büszke fia fogyására, de úgy gondolja, még korai lenne feleséget keresnie magának. Ő szeretne barátnőt, ugye válogatós a Géza, csak a Sován lányokat szereti. De az még nagyon odébb van. A Gézára még várnak a műtétek folyamatosan. Ő még fizikálisan nem tudna egy barátnőt fenntartani. A feleségkeresés tehát úgy tűnik, hogy még egy kicsit odébb van, de az biztos, hogy egy új barátra tetszett a Pándi nagyfiú. Én nagyon azt éreztem, mintha nagyon rég ismernék egymást így az egész községgel, mindenkivel. Valamint hazajöttem volna, én nagyon el voltam. Az pedig, hogy hogyan alakul rád Géza rap karrierje, az a jövő zenéje, de az biztos, hogyha befutott sztár lesz, megígérjük, hogy arról biztosan beszámolunk, de addig is Géza tovább küzd a kéretlen kilókkal. Szállj, gyerek! Csók mindenkinek! Csók.